Bolgárrózsák ékesítik a Zollner teret. Bulgária nemzeti virágait közösen ültette ma délután Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és a bolgár nagykövet. A rózsák nem véletlenül kerültek Nagy László szobra köré, a költő ugyanis sok-sok verset fordított bolgárról magyarra és fordítva. Szépen függőlegesen levenni a cserepet, azt én elveszem. Jó? A közös ültetés a bolgár-magyar kapcsolat erősítését jelképezi, a szobor lábánál lévő bolgárkövek pedig a megdönthetetlenséget szimbolizálják. Szemereiné Pataki Klaudia az ültetésen azt mondta, már a virágzó együttműködés alakult ki Szófia és Kecskemét között, főként kulturális területen. Mint mondta, mintegy 50 kecskeméti művészeti alkotás és előadás mutatkozhatott be eddig Bulgáriában. Ma további együttműködési lehetőségekről egyeztettek. Elsősorban ugye logisztikai együttműködésnek van jelentősége, hiszen olyan geoföldrajzi elhelyezkedése van Bulgáriának, Magyarországnak, hogy ezt nagyon jól ki lehet használni. Magyarország Kecskemét a nyugat kapuja, Bulgária meg a kelet kapuja, és a kettő között hídként érdemes ezt az együttműködést erősíteni. A polgármester hozzátette, a logisztikai együttműködést Kecskemét geográfiai helyzete különösen előnyössé teszi, de a logisztikai együttműködés fontos alapja az elmúlt évek ipari logisztikai beruházásai és a várható fejlesztések is, mint például a Budapest-Belgrád vasútvonal és a V0-ás vasúti útvonal kiépítése is. Bulgária magyarországi nagykövete azt mondta, az elültetett virágok a harmonikus, kitűnő baráti kapcsolatot jelképezik, a két ország a múltban is kiegészítette egymást, és így lesz ez a jövőben is. Logisztika, szállítmányozás és járműipar területét érintő együttműködés. Bízom benne, hogy új technológiákat tudunk kicserélni, bizonyára a mezőgazdaság és állattenyésztés területén is van kapcsolatra lehetőség. Az oktatás és a kutatás területén is biztató együttműködésnek nézhetünk elébe. Biztos vagyok abban, hogy minden egyes partnerség eredményes lesz. Dr. Bocskov Petrov Jordán tiszteletbeli konzul a helyszínen azt mondta, május 17-én avatják fel Kecskeméten az új bolgár konzulátust, amely három megyét Bács-Kiskun mellett Csongrád, Csanádot és Békést fogja kiszolgálni.